Hát sziasztok! Ki van itt még velem? Senki. Szia, Fifika! Hello, Krisztián! Jaj, megint eltelt egy hét. Mi történt veled, Fifika? Ne is mondjad! Nagy papa lettem hétfőn, kérlek szépen, és ezt most mondom el. Gratuláljak itt is, kérlek. Köszönöm szépen, és ezt most mondom el ebben a műsorban harmadszorra, mert hogy a net az iszonyatosan szar dócon. Köszönjük szépen a NetSurf szolgáltatónak, hogy ezt az egyszerű problémát, hogy 565 millisekundum a ping sebességünk, nem tudják hónapok óta megoldani. De nem ez a boldogság, hanem az, hogy hétfőn megszületett kettő darab fiúnokám, és nagyon örülünk. Nagyon aranyosak, ma délelőtt kiposztoltam róluk az első fényképet, és azért nem hétfőn, mert hogy nem volt még olyan képem, amin mind a két gyerek egyszerre van rajta, mert ilyen fölváltva vitték hozták a gyerekeket. Aha, és Photoshop. Photoshop, igen, és hát édesek, aranyosak, iszonyatosan jó érzés nagyapának lenni, és hát ugye a meglepetést, tudod, ez a hátulról a legkisebb előzte az egész sort kezdetű fejezet, mert hogy ugye a legkisebb lányomnak lett két gyönyörű szép fia, ikrek, és egy petélyűek amúgy? Szerintem nem. Aha. Tehát én így néztem a két gyereket, tehát így látok némi különbséget, de tudod, azt gondolom, hogy még tudod, ilyen tök kialvatlan másnapos szemmel néznek még a világra. Mi a picsa van itt? Levegőt kell venni? Úristen! De nagyon aranyosak és nagyon jól viselkednek. Ma már mind a ketten próbálkoztak a szopás műveletével, amiről még nem tudják egyébként, hogy felnőtt korban ezt teljesen másképp fogják megélni, de úgy abszolút jól vannak. Jaj, de pajzám vagy, Fifika. De én nem arra, tehát de én nem vagyok. Krisztián, tehát én nem erre gondoltam, hanem a szopóról erre, érted? Hogy amikor majd felnőnek, akkor az... Érted? Tehát nem a... Nem. Te vagy a pajzán. Te. Mi ők felnőnek macska, addig macska, már? Macskamentő. Azok mindig pajzánok. Mert ugye egy macska... Mi ők felnőnek? Mert ugye egy macska hányszor és hány macskával, tehát na, azért az legendás. Na mindegy, lényeg az, hogy jól vannak, aranyosak, jó pofák, imádjuk őket, és hát reméljük, hogy a jövő hét elején már itthon lesznek, és ha itthon lesznek, és fenn lesznek, és mondjuk éppen véleményt nyilvánítanak, akkor azt bizony adásban be fogjuk keverni. De te veled, Krisztián, mi történt? Hú, hogy velem mi történt, kérlek szépen. Sok minden nem, egy viszonylag nyugodt hét volt. A legkisebbik átmeneti cica, meg a második legfiatalabbik elkezdtek játszani egymással, mint az őrült, és valamit a kicsi belekapott a másik szemébe, és azért az elkezdett könnyezni. És egész hétvégén ott könnyezett, meg csipázott, meg minden, úgyhogy elvittük állatorvoshoz, hogy ezen nem újjon. És aznap, mire időpontot kaptunk, addigra elmúlott, szerencsére. Hihetetlen. Úgyhogy azt mondta doki, hogy valószínűleg valami porszemcse vagy ilyesmi kerülhetett be, nem gyulladt be,
most arra sikerült kikönnyeznie természetes módon. Úgyhogy ennyi izgalmunk volt. Nem igaz, hogy most az összes macskánkkal állatorvoshoz fogunk járni. Porsz az nagyon szépen gyógyulgat. A kis műtét helye, a kis lerövidített farkincája az nagyon jól el van. És igazából nagyjából ennyi történt velem. Meg még annyi, hogy brutálisan fáradt vagyok ma, mert egy nagyon klassz, de nagyon hosszú meetingünk volt így a nap végére, 2,5 óra hosszában. Úgyhogy egy kicsit le vagyok strappálva. Elzsibbadtál. Van ez így. Egy hangyányit. Az élet tud ilyeneket produkálni. Na de, azt már az adás elején megbeszéltük, hogy ezt a durván majdnem 1 órát, amit itt nem is tudom, szerencsétlenkedtünk, de nem mi, tehát senkinek gondolja, hogy mi ennyire amatőrök vagyunk, pedig de, hogy még, tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire jó szolgáltatónk van itt, és hogy mennyire érzékenyek erre a problémára. Én már komolyan, tehát így szoktam nézni a OpenVRT van az eszközbe, amire rá vannak kötve, és ott szoktam nézegetni a statisztikát, meg a logokat. Hú. Bárcsak ne tennéd. Hogy? Bárcsak inkább ne tennéd, gondolom, igen, ilyenkor igen, nem, arra lukadsz ki. Nem ezzel kéne szórakoznom, de szóval nem egyszerű, és azt tudni kell, hogy én nem minek hívják ezt, Krisztán? Nem is tudom. Mi a neve annak, amikor így megosztanak emberek egymás között ilyen torrent. Tehát ez nálam nem is szokott menni ilyenek meg. Tehát én nem terhelem agyon a hálózatot. A leveleket töltöm le, podcastelek, YouTube videót nézek. Tehát nekem ez a nagy szórakozás, meg van egy HBO-s előfizetésem netes, azon szoktam filmet nézni. Egyszerűen nem értem, hogy ez minek köszönhető. Nem beszélve arról, hogy ami engem rettentően nem is tudom, csípi a szemem, hogy és egyszer, nem tudom, te ezt érzékelted, de annak idején. Egyszer csak Sutyomba hoztak egy olyan törvényt, hogy a tárgyhónapba kell fizetned a tárgyhavi szolgáltatást. Te erre emlékszel? Nem, én erre nem emlékszem. Hát az lehet, hogy csak a vidéki sutyó parasztokkal játszották el, de azt hiszem a távközlési felügyelet alá tartozik, vagy nem tudom én mi alá az internet szolgáltatás, és egyszer kijött 2 számla. Mondom, mi a fene ez? Fölhívom őket, és akkor mondják, hogy hát változott a törvény, és nem a szolgáltatás lezárása után állítják ki a számlát, hanem a tárgyhónapba, öcsém. Tehát gyakorlatilag tizedikén befizetem az e-havi, tehát érted, a nem teljesített, tehát még van 20 napjuk, 20, érted, ki van fizetve, lehet szar, nem érdekes. Tehát ez nekem annyira gáz, én nem is tudok más szolgáltatást, ami így működne, de azt sem tudom, hogy ez kötelező, vagy csak lehetőséget adtak rá, és ők éltek ezzel, de ez nekem abszolút, érted? Borzalom. Ez elég bizarr. Igen, tehát na mindegy, hát nyilván nem fogyasztásra fizetünk, hanem egy megszabott szolgáltatásra, na de akkor is, érted, és pont tegnap előtt vertem ki náluk a balhét, hogy hát azért, tehát nem, dolgozni nem bír, tehát egy oldalt nem bírok betölteni, ráadásul cégszinten van egy ilyen projekt kezelő szoftverünk, amit használunk, a JustDo, ami egyébként egy hihetetlen jó cucc amúgy,
és a jazz duo oldalt nem bírtam betölteni, pedig nem egy bonyolult oldal, arról beszélünk, érted? Tehát, hogy azon se videó, se reklám, se kép, semmi, tehát az csak információ. Na mindegy. Úgyhogy csókoltatom innen is őket. Többet ki nem mondom a nevüket, inkább zibbadjon el a nyelvem. Na de, csapjunk a lecsóba. Csapjunk a lecsóba, hogy még elfelejtettem egy érdekességet mondani, hogy mi történt velem a héten. Hazahoztam végre az irodából a Charlie által leszállított hangtechnikai berendezéseket. Ave mikrofon szivacs. Azt írtam, hogy ne a fejedre húzd, ugye? De te meg írtad, hogy már késő. Úgy megvan a lengéscsillapító, az orbitális nagy mikrofonszivacs, az állvány, meg minden, úgyhogy így most már le tudok ülni a kanapére, ahelyett, hogy törökülésbe előtte a földön üldögélnék. Az életminőségem az elképesztő mértékben megugrott. Én láttalak ebbe a pózba, már nem ebbe, hanem az előzőbe. A múltkor, igen. És Charlie még a múltkor csodálkozott, hogy miért nem akarok élőadásban videót nyomni arról, hogy hogyan kucorgok a kanapé előtt. Te most már tudod, hogy miért. Én tudom, tehát Charlie, egyébként sokat vesztettünk. Igen? Minden esetre remélem, hogy a hangminőségben is javulás lesz tapasztalható. Meglátjuk. És ezúton is köszönöm szépen a mindenkinek, aki ezt hozzájárult így van, nekünk. Így van. Köszönjük a Patreonjaink támogatását. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. És a tombolát, mert ugye ez még a tombolával is volt. Így van. Közönség találkozós tombolával. Köszönjük szépen. Mindenkinek köszönünk mindent. Én azt hallottam egyébként a hangodon, hogy stabilabb lett. Ha van ez a kifejezés hangra. Tehát, ez azért lehet szerintem egyébként, mert hogy ott guggolva óvatatlanul előre-hátra hajbókolok, meg forgatom a fejem, meg ilyesmi, és ilyen nagyon faramuci módon föntről lelógatva volt ott a mikrofon a fejem előtt, meg ilyesmi, tehát ugye gyakorlatilag bármennyiszer mondta el Charlie, képtelenség ugyanazt a távolságot és szöget tartani. Így viszont most ülök egy helybe, és így be van tolva az állvány a fejem elé, és zsírság van. Zsírság. Mondjuk ezt, figyelj, én ezt Cochrane-re nem tudom átkötni a zsírságot. Legalább olyan zsírság. Segítek. Oké. Okay. Annyira jó, hogy dalra tudnék fakadni. Zseniális. Ez már a mikrofonálvány és a szivacs együtt. Vezesd elő. Na, már dalra tudnék fakadni, nem csak más döntött úgy, hogy dalra tudna fakadni, hanem feltételes mód helyett dalra is fakadt valaki, és megnyitom már is, hogy a nevét meg tudjam mondani. A Cochrane Review, mint olyan, az ugye nem ismeretlen előttünk, ezt így rendszeresen szokták összesíteni a megjelent elektromos cigarettával kapcsolatos tanulmányokat, és akkor így mindent átnézve szépen vonnak egy különféle témában vonnak konklúziókat, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint miket lehet erről elmondani. És Jamie Hartman Boyce nem bírt magával, és megzenésítette a Cochrane Review aktuális megállapításait, és egy nagyon szép, meglepően minőségi dalban adja elő a dolgokat, angol nyelven, de ez az élvezeti értékéből mit sem von le. Nagyon ajánlom mindenkinek, hogy hallgassa meg a hosszú távú hatásokról, a segíte a leszokásban, minden benne van, és de ez egy ismert... egészen elképesztő.
zeneszám. Én nem ismerem az eredeti számot, amit ezek szerint átdolgozott, úgyhogy én ezt nem ismertem. Na, nem tudom, nekem egy picit olyan Bob Dylan-es, vagy nem tudom. Oké, most jobban belehallgattam, nem annyira. Lehet, hogy igazad van, hogy ez egy full nem ismert dal, de akkor is jó pofa. Jó pofa, tetszik. Hallgassátok meg, és daloljuk vele együtt. Így van, de... A nagy e-cigaretta vita című dalt. Igen, de daloltak nekünk a hazai fogyasztók is. Amiről bizony. Mondjuk bizony. Ezt jó kitaláltuk, de azt már én nem láttam, hogy mi lett a vége, úgyhogy légy szíves, elemezd. Jó, megelemzem kérlek szépen itt élőben. Próbáltam volna csinálni belőle egy PDF exportot, de sajnos a Google még nem gondolt arra, hogy ezt szépen PDF-be ki lehessen exportálni, és egy plugin találtam hozzá, ami viszont azonnal azt kérte tőlem, hogy hadd férjen hozzá nagyjából mindenhez az accountomon, és mondtam neki, hogy köszönöm szépen, nem. Úgyhogy kénytelen leszek most beolvasni a híreket ezzel kapcsolatban. Közel két hétig futott, és 1275 választ kaptunk, amit ezúton is köszönünk szépen, meg mellette kaptunk hideget és meleget, nagyon szorgalmasan és kedvesen töltögette mindenki, kivéve egy-két embert, akinek valamiért az volt az első ötlete, hogy megkérdezze tőlem, hogy te navos vagy, biztos navos vagy, ezért fogják betiltani azt, ami tilos, tehát mindenféle sületlenség is jött, de túlnyomó többségben azért az emberek értették, hogy itt egy relatíve fontos információról van szó, amit szeretnénk jobban átlátni. És mint mondtam, köszönjük szépen mindenkinek, aki kitöltötte. Majd lesz belőle egy vizuális, amit rájövök, hogy hogy lehet az kultúrát kiexportálni, akkor lesz belőle egy vizuális beszámoló is, de most akkor jöjjön szóba. És az egész ugye onnan indult ki, hogy az, ha jól emlékszem, két adással ezelőtt mondtad, Fifika, hogy bejöttek a számadatok a hivatalos, trafikos havi likvid eladási volumenekről, és 100 000 10 milliliteres palack fogy havonta, amit mi gyorsan osztva-szorozva ilyen legjobb esetben is 17 000 felhasználóra fordítottunk át, és az annyira-annyira alacsonynak tűnt, hogy akkor jött az ötlet, hogy mérjük már föl, hogy mégis mik az embereknek a vásárlási szokásai, mióta trafikba lett beterelve minden. És a felmérés nem reprezentatív, tehát ezt szögezzük le, hogy a Facebook csoportokon lett meghirdetve, és a válaszok arányából is, illetve a különféle válaszok arányából is jól látszik, hogy túlnyomó többségben haladóbb felhasználók töltötték ki, de azért így is elég érdekes eredményeket hozott. És akkor nem is húznám tovább az időt, elmondanám, hogy mik vannak. Az első kérdésünk az az volt, hogy honnan szerzik be az emberek az eszközeiket, és a lehetséges válaszok pedig azok voltak, hogy dohányboltban vásárolja, pult alól vásárolja, nem dohányboltban, webshopból vásárolja, külföldre jár ki megvenni, vagy pedig magának építi az eszközeit. És kezdeném igazából a legális beszerzési forrásokkal. Az 1275 válaszadó 4%-a, ismétlem, 4%-a mondta azt, hogy dohányboltban szerzi be az eszközeit, legyen az készülék, vagy kazán, vagy bármi hasonló ilyen történet. Irgalmatlanul alacsony ez a 4%. Oké, erről majd beszélgetünk azért egy picit, igen. Jó, persze. Érdekes, hogy a 4,6% mondta azt, hogy magának építi. Külföldre jár megvenni az eszközöket 10,4%, pult alól veszi az eszközöket 5,4%, és webshopból vásárol 75,5%. Az eszköz hardware beszerzéssel kapcsolatban, tehát így oszlanak meg az arányok a válaszadók között. Mi erről a véleményed, Fifika? Hát ugye, amikor már így jöttek be az első eredmények,
pontosan a múlt héten, de akkor még nem volt ekkora a fölmérés. Az 2,7%-on állt, azt hiszem, a sztori a dohányboltból vásárlók. Erre fogok nézni valamiféle, mert ugye itt most a piramis csúcsával találkozunk. Tehát ha nézünk egy ilyen fogyasztói piramist, nem is tudom, hova lehetne sorolni. Hát, mondjuk a drón. Tehát, hogyha megkérdezel egy drónos csoportban odajárókat, akik mondjuk már azért építgetik saját maguknak a drónjaikat, akkor hasonlóan torz lesz a statisztika. Mert azért, ahogy szélesedik ez a fogyasztói piramis, tehát minél több az átlaghoz közeli felhasználó, akik mondjuk tényleg csak használni akarják az eszközt, és nem akarnak még egy tekerés se tenni bele, tehát inkább bemegy két hetente egy porlasztóért. Ahogy szélesedik ez a dolog, szerintem a legális irányba úgy tolódik el a vásárlók száma. És ebből a csúcs statisztikából is azért nagyjából lehet következtetni arra, hogy mi van. Én egyébként azt sejtem, gyanítom, gondolom, hogy túlbecsültük a fogyasztók számot. Nem tudom, te mennyire emlékszel, de én mintha ilyen 150-200 ezer felhasználót gyanítottunk volt. Tehát erről még a mai napig nincs egyébként semmilyen hivatalos adat. De hogy ez, várjál, mert ez nem így van, mert ez 2013 környékén volt, és azt a 200 ezeres adatot, azt a dohányzás fókuszpontnak az akkori felméréséből kalkuláltuk ki. És ezt nem mi ütöttünk hasra, hanem ezt akkor 2013 környékén mondta a dohányzás fókuszpont, a dohányosok számához viszonyítva jött ki, hát ez egyrészt, az eredmény. Egyrészt én azt gondolom, hogy tehát most azért gondoljuk végig ezt így józanul. Tehát a dohányzás fókuszpont honnan vett 2013-ban bármilyen statisztikai adatot? Hát készítettek egy reprezentatív felmérést, ez az éves dohányzás felmérésük volt. Szerintem hihetetlen torz lehetett. Jó, nem lennék meglepő, ha az így lenne, azért igazándiból torzítatlan, pontos és hiteles információt a dohányzás fókuszponttól az elmúlt fél évtizedben nem sűrűn kaptunk, úgyhogy... Tehát én azon hihetetlen módon csodálkoznék, hogyha az egy fölmérés, még ha csak egy fölmérés részeként is szerepelt az e-cigaretta, ők szerintem ilyen nagyon messze menő következtetést szerettek volna levonni, és meg is csinálták, de ez a biztos vagyok benne, hogy köszönő viszonyban nincs a valósággal. Ugye itt akkor lehetne csak kizárólag pontos adatokról beszélni, hogyha mindenki, mint a kenyeret például, tehát bevenne azt, megvenni az élelmiszerboltba, és akkor tudnánk, hogy mennyi kenyér fogy. A pékek lejelentenék, stb. Tehát nem tudom, szerintem el kell telni itt 5-6 évnek, hogy olyan adatokhoz jussunk, amik már azért közelítenek a valósághoz. Ugye ilyen szempontból azért a dohánycégeknek piszok nagy, hogy is mondjam, előnyük van. Egyrészt, helyzeti előnyük. Egyrészt ugye eszméletlen nyomkövetésen megy át önmagában a dohányárú, tehát minden egyes eladott darabot meg tudnak mondani neked most Magyarországon veszel bárhol egy doboz cigarettát, meg tudja mondani a központi nyilvántartás, hogy ezt melyik trafikba kaptad. Tehát az országhatártól a fogyasztóig végig tudják kísérni az utat, és ugye az úgynevezett csempészárú
mennyiségére, bármennyire is furcsa, való statisztika, az a legpontosabb pont a gyártóknak áll a rendelkezésükre, mert szinte hajszál pontosan tudják, hogy a környező országokból mennyit hoznak át a mellette legközelebb lévő országba, mennyi az, ami a fekete kereskedelmen átmegy. És azzal lehet is számolni, meg azt statisztikázni is lehet, de szerintem soká lesz az, amikor mi mondjuk ne is Magyarországot vegyük alapul, mondjuk az európai felhasználókról lesz egy aránylag pontos statisztika. az még lehet, hogy pontosabb lenne, mint mondjuk csak a magyar statisztikai adat, de kiindulási pontnak, illetve hát ezen gondolkozni pont jó, tehát senki ne szarjon be, tehát ezt nem a NAV-nak készítettük ezt a statisztikát egyrészt, másrészt meg ez egy ilyen szempontból egy rettentően torz statisztika, mert hát igazából ez az 1200 egy néhány ember, ez csúcsfelhasználó, tehát olyan, aki ezt hobbi szinten űzi és érdekli ez az egész dolog. Ők nem azok, akik mondjuk a trafikba vásárolnak, mert hát ha hiszitek, én nagyon sok emberre beszélgettem így, és olyan, mintha ilyen legendát mesélné, hogy képzeld, de van olyan ember, aki bemegy, megveszi, szívja, eldobja, bemegy, megveszi, szívja, eldobja, nem érdekli, hogy porlaszt, meg milyen twisted, meg mennyi vatta kell, tehát hidegen hagyja. Hidegen, nem akar vele killódni. Tehát mosógépet se szokott építeni otthon az ember, meg egyedi tárcsát vásárolni a mosógépébe, vagy nem tudom én. Fémbelni, könnyű felni, vagy könnyű fém tárcsa mosógép. Programozható előlapot, vagy tehát UV-kék lámpa az aljára. Megveszi minden. És használja, tehát hogy vannak ilyen emberek. Persze, nyilván, ha körülnézel csak a saját háztartásodban, egyből rájössz, hogy te nem másfél méter szélesbe veszed a Szilvia törölközőt rolnira tekerve, és otthon vagdosod szét, és fóliázod be a saját zsugorfóliázógépet, de hanem megveszed már lezsugorozva, készen, méretre vágva. Na, úgyhogy... Ez egy ilyen sztori, és tényleg csak a kíváncsiság hajtott minket, hogy mi fog ebből kijönni, és hát gondoltuk, hogy nyilván ez egy ilyen kicsit félreértelmezhető statisztika lesz. De mondom, van ismerősöm, aki statisztikával foglalkozik, és már jelezte, hogy meg fogja nézni ezt az adatot, megfésülgetik, és akkor utána tudnak a teljes fogyasztói piramisról mondani valamit. Tehát nyilván az se lesz tökéletes, de hogy közelebb fog állni a valósághoz, mint a tüske csúcsa. Jó. És még hozzá annyira közelebb fog állni a valósághoz, mint amennyivel Szávai István, aki, mint tudjuk, a Jobbik színeiben politizál az e-cigaretta mellett is, többek között. Nyilván még egy csomó dolog mellett, de hogy az ő nevét azért elég sokszor hallottuk, és láttuk is, és már szinte azt kell, hogy mondjuk, hogy személyes ismerősünként tisztelhetjük. A Szávai István hosszú várakozás után felszólalt a parlamentbe, és a Facebook oldalán egy videót keretében egyébként abszolút megnézhető, hogy egy ilyen felszólalásra egyébként azt kell, hogy mondjam, kormányzati szinten szinte már korrektnek számító választ kapott, és nem került elő se a Soros, se senki.
Úgyhogy ezt mindenféleképpen nézzétek meg, mert messze menő következtetéseket lehet levonni. Neked például mi jutott eszedbe, Krisztián, míg nézted? Nekem az jutott eszembe, nem miközben néztem, hogy a kérdőívből hátra van még 3 kérdés, de ezt így gyorsan átváltottál a következő témára. Oké, azt hittem, hogy ült ez a téma, és akkor ugorjunk tovább, de akkor térjünk vissza erre a 3-ra. Majd megjön ám a rutinunk előbb-utóbb, tehát semmi üvegtigris kinyitott újra. Mondjad, Krisztián. Nem, mert hogy elkezdtünk beszélni a hogy hívjákról, a fogyasztók számosságáról, meg ilyesmiről, és aztán egy kicsit mellékvágányra mentünk, és aztán így akkor így gyorsan átváltottál. De akkor elmondanám még gyorsan, mert itt még vannak érdekes kérdések. Ezek ugye az eszközökre vonatkoztak az első válaszok. Volt egy kérdésünk, ami úgy szólt, hogy honnan szerzed be az utántöltőidet, mert ugye igazából innen indultunk ki az utántöltő eladásból annak idején. És a legkevesebbtől kezdve mondanám, 2,1% a válaszadóknak pult alól veszi, nem dohányboltban. 2,3% dohányboltban veszi, ez tehát a legális forgalom. 2,9%-nak valaki más keveri. 5,8% a válaszadóknak külföldre jár ki megvenni az utántöltőit. 34% webshopból vásárolja, és 52,9% magának kever. Ebből azért jól látható, hogy mennyire profi vagy haladó felhasználók töltötték ki ezt a kérdőívet, de hát a dohányboltban vásárlás az itt is bőven a 2% felé. Tendál, igen, igen. Mondjuk engem, ami meglep, az a 2,1% pult alól. Tehát én azt többre satszoltam volna, de érdekes mindenféleképpen. Az is látszik ebből, hogy az eszközök tekintetében, tehát azt is mondhatnánk, hogy a dohányboltok jobban teljesítenek, nem? Tehát eszköz tekintetében... Még egyszer kérlek, ezt nem hallottam. Mit csinálnak ott? Tehát eszköz tekintetében a dohányboltok 2-szer jobban teljesítenek, mint likvid esetében. Körülbelül igen, igen. Tudod, és ezzel teleplakátolnánk így az országot. Érted? És mindenki nézne, ú, bakker. De a számokat meg jól elhallgatnánk. Hát... Likvid, tehát visszatérve az eszköz likvidre. Nyilvánvalóan eszközt én azt gondolom, és azt látom, hogy eszközt azok fognak építeni, akiket bármilyen módon érdekel egy picit az elektronika. Vagy értenek hozzá más szakterületről. És azért ma nagyon sokan maguknak raknak össze gépeket, javítgatják a kis laptopjukat, nyomtatókat, bármit, drónoznak, modeleznek, tehát valóban sok, tehát amikor én gyerek voltam, és hát, ha jól emlékszem, 7, azaz 7-es évesen építettem életem első rádióját, ami egy detektoros vevő volt, és akkor ilyenkor szokták mondani, és mit nem csináltál még életedben? De pakker, ez érdekelt. És még azt is meg tudom mondani, és utána lehet nyugodtan nézni, OA 1160-as dióda kell a detektoros vevőhöz, 100 menet részdrótból a vímes dobozra, 80-nál le kell ágasztatni, és kell hozzá egy iszonyatosan jó földelés, meg egy nagyon jó antenna, és egy 500 pikofarádos légforgó kondenzátor, valamint egy 40 ezer ohmos fejhallgató. És ezzel az egyszerű készülékkel világvevőd van, érted?
világvevőd, apám. Tehát volt olyan, hogy reggel fölébredtem, és rajta maradt ez én nem tudom, ezek orosz gyártmányú vagy fejhallgatók voltak, ilyen acélpánttal, és ilyen csontkagylóval. Tehát azon egy deka gumi nem volt, és reggel úgy ébredtem, hogy üvöltöttem, amikor levettem a fejemről, mert a konkrétan az összes porc a füledbe így kiegyenesedett. Jaj, Istenem! Fú, de iszonyú volt, de az kellett egy ilyen, azt hiszem, darabonként 40, tehát ezt így kimondva is sok érted, amikor ilyen tekertem egy 0,08 ohmosat. Na most ez 40 ezer ohm volt, tehát így oszd el a 40 ezer ohmba a 0,08 ohmodat. És ugye ezek acélmembrános fülesek voltak, de ez elem nélkül ment. Tehát ennek elég volt az a meghajtáshoz az a rádiófrekvencia, ami a levegőből jött. És megszólalt a füles. Tehát valószínűleg ma is működne, mert szerintem mondjuk ez a középhullámú sávba ment, azt sem tudom, hogy Európában ad-e még valaki középhullámú. Van-e még adás, igen. Igen, tehát az is egy érdek, az is megérne egy misét, igen. De hogy ennek volt a világon a legtisztább hangja. Mert hogy ha végig gondolod, tehát mi egy darab dióda volt benne, tehát ennek a zaja az nulla volt konkrétan. Nyilván azokon a kereteken belül, amit a középhullám megengedett. De na, szóval ez nagy élmény volt. Na, ez most jó, elkanyarodtunk az ezt. Tehát, hogy eszközt az fog építeni, aki valamennyire ért az elektronikához. Keverni meg szerintem bárki tud. Tehát érted, összeöntöd, összerázod, vagy ugye a profibja az 43 órát ment a mágneses keverőben, 52 fokon, olyan íze van, beszarsz. Érted? Tehát ez a másik véglet. És ennyi. Tehát aki ezt a sztorit olcsóbban akarja megúszni, ugye visszatérve a trafikos likvidre és az otthon előállított likvidre, hogy azért az gyalázat, hogy egy likviden több jövedéki adó van, mint mondjuk egy szivarkán, vagy egy szivaron. Hát, botrány. Hát igen. Tehát ez nem is tudom. Ez az egyik. A másik az, hogy a cigarettát, ha jól tudom, de jól tudom, szára adóztatják, és a sodródohányt nyilván gramra, hát a sodródohánnyal nem tud versenyezni egyébként a likvid. Tehát én most, ha már ugye a Szávai István hozzászólását említettük, azért bennem így fölmerült a konkrét dolog, hogy oké, hogy most az EMMI összerak egy bizottságot. Szerintem megint kérdés, hogy mennyire ordas a bizottság összetétele, és mondjuk ki tényleg van-e olyan, vajon? Aki igen, és hogy igen. Van-e egyetlen egy olyan, aki mondjuk az e-cigaretta mellett áll, és nem ellene ágál. Ja, és hát természetesen megint fölkértek minket, tehát ott leszünk, és az egész folyamatot kontroll alatt tartjuk, és majd minden kívánságunkat teljesíteni fogják. Hát nem, csak vicc volt. Amin egyébként nem is nevetni kéne, hanem sírni. Tehát a kutya meg nem kérdezett minket, hogy esetleg van-e valami hozzáfűzni valónk a dologról, vagy itt egy munkaanyag széljegyzetbe odaírhatjuk. Nem kell, hogy egy légtérbe kerüljünk, nem? Tehát legalább annyit hagy, tehát azt a jogot hagyják meg nekünk, hogy protestáljunk. De nem lesz ilyen jogunk. Tehát
Hát nem, mert valószínűleg, hát ugye ami elhangzott az az, hogy a nyáron összeállt a szakértői bizottság, és az EMMI állított össze egy szakértői bizottságot, tehát érted, kik lesznek benne, ugyanazok, akik 2015-ben a csillagoseget is lehazudták az égről, hogy az ő forgatókönyvüket nyalja be a tisztelt országgyűlés. Ugyanazok állítják össze ezt a bizottságot, akik nem hagyják, hogy a fogyasztói szakértők, a független fogyasztói szakértők felszólalhassanak a Népjóléti Bizottság előtt. Tehát én tartok tőle, hogy ez egy ilyen, a kormány részéről megint egy ilyen porhintés, hogy úgy csinálnak, mint a csinálnának valamit, és akkor nagyon komolyan hónapokig nem történik semmi, és a végén nem megyünk sem erre se. Tehát én nem tudom, hogy kinek mennyi bizodalma van egy ilyen bizottság összetételét illetően, és egy ilyen összetételű bizottság konklúzióit illetően. Én minden fajta hitemet elvesztettem az elmúlt évek során azt illetően, hogy a köztisztviselőink köréből kikerülhet bármiféle olyan hiteles elemzés, ami valóban úgy tekinti át a tudományos bizonyítékokat, hogy abból valami objektív dolog származzon. Hát meglátjuk. De ugye említették azt is, hogy tovább lassítja vélhetően az egész folyamatot az, hogy hát a szakbizottság az valamikor még talán most az ősszel elkészül az anyagával, és akkor majd megtekinthető lesz, hogy mi volt ez. De lassíthatja az egészet az, hogy az alkotmánybírósági beadványok, az alkotmányjogi panaszok, azok már az alkotmánybíróság előtt vannak, úgyhogy akkor lehet, hogy a tisztelt ház megvárná az alkotmánybíróságnak az állásfoglalását ebben a kérdésben, mert könnyen lehet, hogy az AB azt mondja, hogy akkor oké, ez a törvénycikk kuka, és onnantól kezdve értelmét veszti a módosítási próbálkozás. Meglátjuk. Én ezt az egészet összeállt a szakértői bizottság, ez a gyülekeznek a felhők így messze. Tehát, hogy így bennem egy ilyen érzés keltett a dolog. Borul az ég alja című fejezet. Én megmondom őszintén, így elkezdtem rajta studírozni, hogy vajon ha én ülnék ott, nem mint egy cigarettás, mint egy ilyen bizottsági tag, és így át kéne tekintenem a dokumentumokat, picit utána olvasni, tehát érted, képbe kerülni, és ugye, ha jól emlékszem ezzel az anyaggal, azért bement a mi állásfoglalásunk is a dologgal kapcsolatba, hogy bakker, tehát van egy fogyasztói réteg. Nyilván ennek a fogyasztói rétegnek van egy elvárása. Van az állam, neki is van egy fajta elvárás, akkor nézzük meg, hogy lehet ezt a kettőt közelíteni egymáshoz. És ugye jön a harmadik vektor, az a közegészségügyi előnyök, hátrányok, kockázatok, stb. És akkor így össze kéne gyúrni, és mondjuk, ugye nekem az volt a szép ebben a sztoriban, hogy amikor az államtitkár volt, aki válaszolt. Egy államtitkár, igen. Igen, tehát amikor az államtitkár válaszolt, akkor azt mondta, nem az Ónodi Szűcs. Hogy megvizsgálják, hogy hogyan lehet könnyíteni, és akkor úristen, tehát hogy nehogy olyan könnyítés legyen a vége, hogy még rosszabbul járjunk, tehát hogy azért érezzük a törődést is, stb. És akkor így végig gondoltam, hogy valószínű, hogy a jövedékiből nem fognak kihátrálni. Tehát majd meglátjuk az alkotmánybíróság mit mond erről. Hát az alkotmánybíróság jövedéki esetében nem fog dönteni, Krisztián. De dönthet, megvan a jogköre. Továbbra is megvan a jogköre, amennyiben alkotmánysértő jogszabály. Hogy az adott termékre vethető-e ki valami, abban van jogköre. Abba szerintem nincsen jogköre, hogy mennyi legyen. Igen.
de továbbra is megvan a jogköre arra, hogy valamire azt mondja, hogy az alkotmánysértő. Alaptörvény ellenes, nevezzük a modern nevén. És erre mi konkrétan adtunk be igényt, hogy ne legyen jövedék? Nem, még nem, mert még nem járt le a határidő, ja, és még nem készültem el vele. De ez lesz az utolsó, remélhetőleg az utolsó alkotmányjogi panasz a kérdésben. Jó, tehát mondjuk ehhez fűzök talán a legkisebb reményt. Tehát, na, mindegy. Hát figyelj, az alkotmánybíróság végtelenül egyszerűsítve alapvetően azt vizsgálja, hogy valamilyen jogszabályi intézkedés szükséges és arányos-e. Most ülök ott, és azt mondom, hogy jó, hát... De várjál, most egyszerre kezdtünk el beszélni. Igen. Na, hol tartottál? Tehát, hogy jó, oké, tehát ezt mondom, hogy valószínűleg én azt gondolom, hogy a jövedékiből nem fogra kihátrálni. Több okból is. Egyébként egyrészt az Unióban, hogyha emlékszel a fölmérésekre és az uniós kérdőívekre, valószínű, hogy az Unióban szép lassan, szinte én egy ilyen 3-4 éves intervallumot adok, és az Unió több mint felében lesz jövedéki a likvideken. Ez szinte előre látható azokból a kérdőívekből, amiket az Unió megköröztetett. Tehát biztos, hogy lesz jövedéki adó. De akkor basszus, olyan jövedéki adó legyen már egy olyan terméken, ami 95%-kal kevesebb kárt okoz, mint a dohánytermék, ami ezt tükrözi is. Érted? Tehát, hogy legyen rajta 1 forint. Vagy mit tudom én. Mert ugye vannak ilyen jelképes jövedékik, hogy kontroll alatt akarom tartani a piacon az árumozgást, ezért teszek rá jelképesen mondjuk 1 forint jövedékét, de mindenkinek megvan vele a jelentési kötelezettsége, a szállításnak meg kell mondani, hogy mikor, honnan, mennyi, hová, stb. Tehát a nyomkövetés is egy ilyen dolog. És akkor bakker 10 forinttal lenne drágább a likvid, nem 500 plusz áfával. Tehát azért azt lássuk be, mindjárt egy ilyen abszolút előny lenne. Mindaz mellett, hogy a forgalmazást is föl kéne szabadítani, mert hogy ma gyakorlatilag Magyarországon csak azt tud forgalmazni, akinek irdatlan pénz birtokában volt arra lehetősége, hogy a jövedéki engedélyt kiváltsa dohányárúra, köztük így tud forgalmazni likvidet is. Tehát a kiskereskedők, vagy a kisnagykereskedők, akik annak idején ezen a piacon dolgoztak, azok szépen mind kihullottak. Tehát maradtak gyakorlatilag tényleg a tőkeerős és nagy cégek. És ezért van az, hogyha bemész a trafikba, akkor olyan likvidekkel fogod szembe találni magad iszonyú áron, amit egyébként, mit tudom én, mondok valamit, így csettintek, 200 forinté oda tesznek a küszöbödre. És nem állok messze a valóságtól, így integetek, látod? Jó. És ez meg fogja ölni a piacot. Tehát Dortmundban is ez azért nagyon jó látszódott, hogy azok a kis kvázi garázscégek, akik ezt nem bírták tőkével, azok kihullottak a piacról. És én őszintén mondom, hogy sajnálom őket. Sajnálom őket, mert egy színesebb, hogy mondjam, választékosabb paletta, sokkal több pénzt termelhetett volna az államnak legális eladások útján, mint ahogy most nem termel.
Érted. Hát meg nem is ez, nem is csak ez, tehát hogy így sikerült elintézniük, hogy egy nagyon jó, prosperáló, dinamikusan fejlődő, tök jó kis keresleti piacból vissza a szocializmusba, és gyakorlatilag kínálati piac van, mert momentán a legális elektromos piacon Magyarországon legalábbis kínálati piac van, és ez egy rossz vicc. És ez egy teljesen borzalmasan rossz vicc. Én egyébként nem vagyok ennyire borulátó a jövedéki adó kérdésében, de én általában nem szoktam annyira borulátó lenni, és aztán koppanok, mert hogy egyfelől ugye ez az EU-s kérdőív, ami mielőtt megszavaznák, hogy egyáltalán gondolkozzanak-e egy egységes EU-s elektromos cigaretta jövedéki irányelven, vagy sem, a túlnyomó többség azért ellene volt, és aki él és mozog a glóbuszon ebben a témában, az gyakorlatilag nyújtott be véleményezést, kifejtőset is, Farsolinosztól Kleibécen át mindenki, úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy valami kipottyan. Másfelől a 2012-13-as évekhez képest, amikor az eredeti dohánytermék direktívát ugye reszelgették jobbról-balról, akkor nem állt rendelkezésre annyi brutálisan jó kutatási eredmény és felmérés, mint ma, úgyhogy talán ma már nem lesz annyira egyszerű az egységsugarú döntéshozót megvezetni baromságokkal, mint annak idején volt. Plusz ugyan már Brexit van meg minden egyéb, de azért Angliából és az Egyesült Államokból is nagyon-nagyon durván lehet látni, hogy azok a vészterhes víziók, amiket megálmodtak annak idején, hogy minden gyerek nikotinmámorba fog fetrengeni, és minden ember dohányozni fog, hogyha az elektromos cigarettának itt szabad utat engednek, hogy most már több mint 10 éves statisztika van ezekről, hogy nem, ez nem történik meg. És még egy dolog, ami nekem egy kis bizakodást enged meg ebben a kérdésben, az az, hogyha visszaemlékszel, akkor az eredeti dohánytermék direktíva kapcsán gyógyszerészeti szabályozás alá szerették volna vonni az egész elektromos cigaretta termékkört, és ezt az állampolgári érdekérvényesítés siklatta ki, és egy, ha nem is tökéletes, de lényegesen kevésbé elmebeteg szabályozás direktíva irányelv született a helyében. Tehát, itt az EU-ban, hogyha elkezdenek az egységes jövedéki adó irányelv kapcsán bármit is csinálni, akkor az megint keresztül kell, hogy menjen az Európa Parlamenten. Az Európa Parlamentben azért ott vannak még többnyire azok a képviselők, akik ezt annak idején a dohánytermék direktíva kapcsán végigvitték, és kisiklatták a gyógyszerészeti szabályozást. Úgyhogy ez a meccs azért még nincsen lejátszva, szerintem még kipottyanhat egy olyas valami is, ami egységesen és jól szabályozza a végén a dolgokat. Általában nem mi szoktunk jól kijönni ezekből nem. Azért próbálom féken tartani a vágyaimat. Így hallgatlak, és így közben mindig az jut eszembe, hogy bakker, de naív vagy, Istenem. De nem, tehát ugye önmagában a direktíva már megengedte, hogy bármelyik tagállam jövedékit vessen ki a termékre. Tehát, hogy ebben nem volt... Nem nyilatkozott ebben a kérdésben. Nem, hát egyszerűen vagy nem nyilatkozott ebben a kérdésbe. És én gyanítom, hogy egyszerűen meg fogják ezt nézni, hogy ahol jövedéki van a terméken, ott mi van, és hogyha azt látják, hogy na ott akármi, akkor oké, fognak valami egységsugarú gondolatot hozni ebbe a jövedéki sztoriba. De még egyszer mondom, tehát én nem azt vizionálom, vagy nem azt valószínűsítem, hogy eltörlik a jövedékit, mert de bár így lenne, én sokkal, hogy is mondjam, kézzelfoghatóbbnak, vagy valóságközelibbnek érezném azt, hogy bakker, akkor mit tudom én, legyen 5 forint milliliterenként. Tehát, hogy ne büntetőadóként éljük meg ezt az 500 forint plusz száfát, mert gyakorlatilag majdnem, hogy ennyi lehetett 550. Öt, micsoda?
550. 550 forint plusz áfát, hogy ezt ne így éljük meg, mert pont ennyi már lehetett akármilyen likvidet, mondjuk nem akármilyet, hanem valamilyet, de hogy már lehetett likvidet venni régen a piacon, de ez mindenféleképpen iszonyú módon sújtja a likvid fogyasztókat, és hogy iszonyúan nem számoltak azzal, hogy akkor számoljunk már utána annak, hogy mi a két likvid fogyasztási véglet. Van, aki 3 millit szíve egy nap, van, aki 13-at, és akkor valahova találjunk már ki egy ilyen átlagfogyasztást, és tegyük mindenféle dohánytermék bekerülési árának a feléért be ezt a terméket. Tehát, hogy ne végre egyszer eljutnánk már oda, hogy ne az önző és hideg számítások uralják az embereknek az agyát, amikor döntést hoznak, hanem egy hosszú távú stratégia lebegjen a szemük előtt, és ha tényleg akarnak a dohányzás ellen tenni valamit, akkor itt lett volna lehetőség, az alkalom és a tettek ideje, hogy ezt megmutassák, de hát köszönjük szépen mindenkinek, aki egyébként lelkesen közreműködött abba, hogy ezt a terméket gyakorlatilag démonizálja a piacon, illetve az emberek fejében. Mert ez most kurvára jó megy egyébként, tehát valamelyik kereszténydemokratát hallgattam a parlamentbe, és mondta, hogy a rózsafüzér az a legfaszább fegyver a mindenféle. A sátáni Soros ellen. Nem ez már erre. Túlmutat, bazd meg, a homeopátián, érted? Tehát, hogy, igen, hogy... ez még István felszólalása előtt volt, és valaki megosztott a Facebookon a parlament húról a napi rendi pontokat, hogy mi lesz, és ez volt a legelső, amit látott. Mi van? Ezt nem gondolhatja komolyan valaki. De én azt kétszer végignéztem, és mondom, bazd meg, ez a Monty Python, csak nem tudom, vendégszerepelnek nálunk a Monty Python új és fiatal tehetséges magyar tagjai, bejöttek a parlamentbe, nem tudom én ilyen Sóder klubot tartani, bazd meg, mert ezt nem hiszem, hogy ezt így komolyan, és de felolvasta, basszus, tehát mindennek szembe ment, mindennek, érted? Tehát ez valami hihetetlen, tehát és volt ördögűzés, minden az ég adta világon, tehát úristen, tehát hova jutunk? Igen, és ilyenkor mindig eszembe jut, bocsáss meg, hogy a szabadba vágtam, ilyenkor mindig eszembe jut, hogy soha nem tudtam elképzelni, hogy az első világháború vagy a második világháborúba embereket bakker, papok áldásával, meg fegyverszenteléssel, meg nem tudom én mivel, elküldenek, érted, idegenföldre harcolni, és így tudod, néztem ezt az embert, és így megvilágosodta. Hát itt áll előttem, bazd meg. Hát ugyanez az ember volt csak 100 évvel vagy 50 évvel ezelőtti kiadásban, aki ugyanezt megtette, érted, és senki nem mondta neki, hogy nem. Úgy látszik, hogy ezek a gének, ezek nem hajlandóak kiszelektálódni az emberi genomból, akik időről időre újra ilyen fura valamiket termelnek ki. Azon gondolkoztam egyébként, hogy itt a szakértői bizottságunk, a vadi új szakértői bizottságunk és egyebek kapcsán, hogy annyira egyszerű lett volna szabályozni ezt az egészet, és itt lehet látni a szándékosságot az egészben. Tehát gyakorlatilag, amit Demjénék annak idején, mint szakértői anyagot letettek az asztalra és kimondtak, ha az összes ostobaságot lehántjuk róla, és nem, semmi egyebet nem mondtak, mint hogy nem tudják. És ezt mondjuk igazából többször el is hangzott, nem tudunk eleget az elektromos cigarettáról. Ha ennél a pontnál megállunk, és azt mondjuk, hogy oké, a kijelölt szakértőink ki tudja mennyi idő alatt arra jutottak, hogy nem tudnak eleget erről a kérdésről, akkor ez egyetlen egy dolgot jelent, illetve két dolgot jelenthet. A. Az elektromos cigaretta valami nagyon rossz dolog lesz. B. Az elektromos cigaretta valami jó dolog lesz.
Aminek a következménye az az, hogy az egyébként borzalmas magyarországi dohányzási és dohányzással kapcsolatos megbetegedési és halálozási statisztikákat valami egy kicsit javítani tudja. Tehát azok alapján, ami kézzelfogható, hogy mit mondtak, hogy nem tudnak semmit, ez is, az is benne van. Piac közben mit csinál? Növöget, szépen fejlődgeti ki magát, szemlátomást az embereknek van igénye arra, hogy legyen egy ilyen termék. Tehát felelősségteljesen, tehát egy felelősségteljes szakértői gárda és egy felelősségteljes döntéshozói brancs esetében az lett volna az egyetlen logikus valami, hogy oké, nem tudjuk, figyeljük meg, és hagyjuk, amíg kinövi magát ez az egész történet. Nyilvánvalóan egy év leforgása alatt nem fog mindenkiből dohányos csinálni, ez még a legvadabb elképzelésekben sem szerepelt, és hagyni kellett volna az egészet szépen békén, és nézni, hogy mi van. És akkor talán lehet, hogy nem még mindig 25 ezer ember halna meg évente, és a többi, és a többi. Hogy ennek lett volna értelme, de nem ez volt, és hát nyilván, hogyha elolvassuk az tényleg nehéz átadni mikrofonon keresztül, de hatalmas idézőjeleket képzelni el mindenki, amikor azt mondom, hogy szakértői, tehát a Nefi, Korányi, stb. Szakértői anyagából messzire lordít a szándékosság, hogy nem, véletlenül se adjunk esélyt annak, hogy nehogy itt bármi is jó útra terelődjön. Tették ezt ugyanazok az emberek, akik kiállnak a médiába, és elnézést a kifejezésért, de jaj veszékelnek arról, hogy úristen, mi mennyire szeretnénk a dohányzást visszaszorítani. Hát, Egészen elképesztő. A romáknak van erre egy nagyon jó szavuk, ez az IV-kolnak. És igen. Na, visszatérve arra, hogy mi lenne szerintünk üdvös, ugye egyrészt józanul átgondolva semmi nem akadályozná meg a távértékesítést. A távértékesítést meg lehet oldani úgy, hogy csak 18 év feletti rendeljen, még akár nullást is. Azért ennek a piacnak volt egy önszabályzó mechanizmusa, bármennyire is, hogy is mondjam, tehát ha ezzel most szembesítenénk a mostani döntéshozókat, akkor lehet, hogy nem is tudtak róla. De hogy ennek a piacnak volt egy önszabályzó mechanizmusa, 18 év alatt itt nem szolgálunk ki, megoldható webáruházat. Ugyanis van a kormányzati portál, ahol neked van ügyfélkapud. És az ügyfélkapu, és erről biztos tudomásom van, az ügyfélkapu föl van készítve olyanra, hogyha valakinek az adatait beviszed az ügyfélkapuba, akkor az ügyfélkapu vissza fogja neked jelezni, hogy valid vagy nem valid. Tehát le lehetne ellenőrizni a webshopon keresztül bárkit, hogy tényleg elmúlt 18 éves vagy nem. Nyilván a dohányáru is így működik, hogy bemegy a trafikba, felnőtt, megveszi, odaadja a gyereknek. Tehát ezt semmi nem fogja kikerülni, de hogy nincs értelme a távértékesítést ilyen szinten megszüntetni az országon belül. Ez biztos. A szakboltoknak, akik, ugye volt erre egy javaslatunk, hogy akik bizonyíthatóan abban az évben, amikor még szakboltként lehetett működni, az adóbevallások alapján ellenőrizhető módon ebből éltek meg, azok megkapják a koncessziót a távértékesítésre és az offline értékesítésre, illetve nyilván majd lehetett volna ugyanúgy kvázi kvótákat fölállítani, és új eladókat bevonni a piac működtetésébe. És akkor egész máshol állnánk. Egy trafik, én már azért elég sok trafikot így végigjártam Magyarországon, sőt, hát ugye annak idején, amikor kiderült, hogy a trafikba kerülnek a cigaretták, akkor voltak olyan forgalmazók, akiknek az agyában azért megszületett a gondolat, hogy bakker, ha én oda berakok egy e-cigit, akkor az eladóknak legalább egy minimális módon tisztába kéne azzal lenni, hogy mi a picsa az e-cigaretta, hol az eleje, hol a vége, mi az, hogy akkumulátor, porlasztó, meg tank, vagy tartály. Tehát
ezeket a minimális tudnivalókat szerették volna, hogyha az alkalmazottak tudják, és akkor bizony-bizony voltam itt-ott az országban, teljesen ingyen és bérmentve, tehát senki ne gondolja, hogy ez olyan óriási, mit tudom is én, pénzt kaptunk érte, vagy bármit, nem, tök ingyen, elmentünk, leoktattunk 20-30 embert, válaszoltunk a kérdéseikre, csak azért, hogy a kiszolgálás az szakszerű legyen. Na most ehhez képest kiderült, hogy egy trafikba, ahol minimális munkaerőt foglalkoztatnak, erre nincs idő. Főleg, hogyha egy olyan trafik... Mit mondtunk annak idején? Igen? Ezt mondtuk. Nem lesz minőségi kiszolgálás, mert egész egyszerűen nincs ideje. De ez ilyen trivialitás, tehát tényleg elképesztő. Mi lett? Pont ugyanez. Tehát szóltunk. Úgy lett. Hát most ezzel tényleg nem tudok mit kezdeni. És ez látszik egyébként legalábbis azokon a dohányboltokon, akik ezt komolyan gondolják, ott látszik, hogy ezt egy tök külön részre kell tenni, hogy ezt nem lehet a piros Marlboro mellé betenni, és majd a Jucika főnyúl a polcra, azt leveszi a kék likvidet, és odaadja, mert aki érdeklődik, az úgy megy be, hogy kérek egy kék likvidet, oké, melyik a világos kéket, és odaadja neki, érted? Tehát köze nincs a kettőnek egymáshoz. Az meg már egy külön történet, hogy egy ilyen, az most nem tudom, 5500 trafik van az országban, hogy amikor létrehozták ezt a zseniális trafikrendszert, akkor még voltak dohányboltok előtte, akik értettek a dohányhoz. És most senki ne háborodjon föl ezen. Igen, mert a dohányhoz is érteni kell. Tehát tudni kéne azt, hogy az adott dohány milyen keverék, tartalmaz-e hozzáadott aromákat, nem, hogy milyen vágási minősége van. Tehát millió egy paramétere van a dohánynak, hogy az kézisodrásra alkalmas, vagy töltögetős, vagy mit tudom én, szivarka, szivar, ilyen szivar, olyan szivar, tehát mit... Tényleg egy külön szakma. Ezek értettek hozzá. Most menjél be egy trafikba, azt mondjad, hogy kérek egy doboz Virginiát. Fogalma nem lesz, hogy melyik cigarettába, szivarba, vagy bármi. Mi a faszom az a Virginia? Érted? Tehát, hogy sikerült ezt is lebutítani a nulla szintjére. Tehát én amikor folyamatosan dohányoztam, nem tudom, te hogy voltál, amikor így a napi négy doboz cigidet szívtad, de én amikor folyamatosan dohányoztam, akkor voltak ilyen kitüntetett dohányzási élmények, hogy bementem és vettem egy, mit tudom is én, egy Monte Cristo szivart, most mondtam valamit. És akkor azt tudod, leült az ember, ahhoz idő kell, társaság, leült, beszélgettünk, iszogattunk, jól éreztük magunkat, de bementél, és akkor nagyjából tudta még akkor is az eladó, hogy na ez nicaraguai dohány, és hogy ezt a méretet jó belőle vinni, mert ez finom, meg nem tudom én mi. Most ehhez képest szakmailag, tehát sehol nincsenek. Ezt csak azért mondom el, hogy és mit vártunk attól, hogy majd a likviddel mit csinálnak? Hát ha megkérdezed, hogy mennyi a PG-VG arány az adott likvidbe, fogalma nincsen. Ja. Szóval nekem ez a fajta, én ezt úgy hívnám egyébként, ez most jutott eszembe, de nagyon jó, tehát hogy amikor így kolhozosítanak valamit. Nem? Tehát ez abszolút így működött. Oké, bazd meg. Ja. Legyen kólhoz, legyen. Lett 5500 kólhoz. Ennyi. Pont ennek a kapcsán egyébként azt gondolom, hogy egy ideális helyzetben, tehát nyilván már azzal is beljebb lennénk, hogyha bármilyen formában újra nyithatnának a szakboltok, de
tekintve, tehát úgy csinál ez az egész magyarországi elektromos cigaretta szabályozás, ez úgy csinál, mintha egy légüres térben létezne, és nem lennének egyéb aspektusai a szabályozásnak. Tehát szerintem egy ideális esetben, ahol a gyártás és az importálás, tehát maga a regisztráció, ami EU szinten elő van írva, nagyon szigorú mindenféle laborvizsgálatokat, satöbbiket, felelősségvállalási nyilatkozatot, ilyesmit igényel, tehát be van biztosítva gyakorlatilag, hogy nem kerülhet piacra legálisan olyan termék, ami nem lenne megfelelő minőségű. És ezt hozzáveszünk azt, hogy valóban tényleg baromi egyszerűen többféleképpen megoldható az, hogy kiskorúaknak, 18 év alattiaknak ne lehessen értékesíteni a termékeket. Hogyha ez a kettő adott, már pedig megvan a kerete annak, hogy mind a kettő adott, akkor onnantól kezdve egy szabad piacon, ahol szabad verseny van, miért ne nyithatna bárki kiskereskedést elektromos cigaretta kérdésben, legfeljebb nem fog neki bejönni, és majd szépen a piac leszabályozza magát, kialakul az egyensúly, jönnek, mennek. Tehát, hogy így van egy egészséges valami, ami egy egészséges szabad piacon történhetne. És ehhez képest meg itt vagyunk beterelve a trafikokba, ami értjük, tehát egy pillanatra tegyük félre azt, hogy az egész trafik dolognak mi húzódott a hátterében, pusztán koncentráljunk arra, hogy dohányzás visszaszorítása van. Oké, okay, szuper, ha csak ennyit mondunk, akkor tök jó, hogy centralizálva van valami, mérhető, stb. Tudjuk, mert tudjuk, hogy nem, tehát gyakorlatilag az a kisforú jut hozzá a dohánytermékekhez, amelyik csak akar. De hogyha erről az oldaláról nézzük, akkor oké, okay, van egy ilyen törekvés, hogy a dohányzás visszaszorítása, és akkor csináljunk valamit. De nincs ilyen törekvés, hogy az elektromos cigarettázás visszaszorítása, mert hogyha ezt lefordítjuk, akkor ez a dohányzás visszaszorításának a visszaszorítása lenne. Igen. Elég érdekes valami, tehát gyakorlatilag észszerűen, józan paraszti ésszel semmi nem indokolja az ég egyet a világon, hogy ne lehetne a már meglévő és bevezetett szabályozási keretek mellett, mint az EU-s regisztráció és a fiatalkorúaknak való értékesítés tilalma, hogy ne lehetne ezt teljesen szabad módon szabadjára engedni a kiskereskedelmet. De hát nem egy olyan országban élünk, ahol a józan paraszti ész és az észszerűség az nagyon... Ugye egyrészt csak így mondjuk... Mert a leg kvázi rizikósabb tétel az a likvid. Tehát ha nézzük ezt az egész elektromos cigarettát, akkor marhára nem mindegy, hogy mit szívsz el az adott készülékkel. De hát az eszköz az végigmegy egy EU-s regisztráción, és még van egy helyi bejelentési kötelezettsége egy közigazgatási eljárási díjjal egybekötve, amit ellen most kézzel lábba tiltakozunk, hogy ez éves díj legyen. Mire föl? Tehát, hogy miért? Tehát nem is értem. Na mindegy. De hogyha szabaddá tennék ezt a piacot, akkor nyilvánvalóan, hogy csak azok a termékek lehetnének forgalomban a piacon, amely termékek egyébként az ogyei listáján szerepelnek. Ha nincs rajta, nem árulhatom. Kész, ennyi. És ezt tudomásul kéne venni minden egyes online-offline üzletnek, és ugye a másik dolog, hogy ezzel azért lássuk be, csak ezt még ugye nem látják, hogy egy év után óriási jelentési mennyiség fog generálódni egy-egy üzletben, amit neki le kell jelenteni. De mi ezzel a probléma? Hát már minden pénztárgépben van kötve a NAV-hoz. Már lassan mikrofon szinten is. Érted? Tehát, hogy még azt is hallják, amit beszélnek az üzletbe. Nem, hogy mit ütött be a pénztárgépbe, meg mennyi. Ez, hogyha rajta van a jövedéki termék, ez bármikor kimehet a NAV, stokkolhat, bocsánat, tehát készletet nézhet, hogy az tényleg annyi, és mennyi van beütve. Tehát ez pont egy olyan termék, amivel nem tudsz trükközni. És ennek a piacnak hihetetlen módon jót tenne egy ilyen fajta szabadság. De hát ennek most a szakértői bizottságban szerintem kíváncsi leszek egyébként, hogy egyáltalán látni fogjuk-e a munkaanyagot, vagy a legalább az abból készült kivonatot, hogy mi lesz az a hihetetlen könnyítés, amit majd kirónak ránk. Muszáj.
Muszáj, hogy láthassuk, ha ez bemegy a, hogy hívják elé, a parlament elé. Átlátható közigazgatás. Jó, csak ezért pereskedtünk, és nem adrakodott semmit. Szerintem két podcasten keresztül fogunk anyázni, ami abba benne lesz, és ráadásul nagyon sok otromba döntés az a nem ismeretből származik. Tehát én még emlékszem a leges-legelső egyesületi megmozdulásra benne a minisztériumban, amikor az Inkvi kirakta a nem tudom én, a valamilyen orosz kazánját, meg a mehamódját, azt azok majdnem leestek az asztalról, hogy ez cigi. Hát az nem ilyen izé, és akkor tudod, nem olyan, mint a hagyományos. Hát nem, baszki, ez is az, képzeld el. Tehát semmi, tehát mondom, a piac, meg a önmagában a téma ismereté, azt úgy döntenek műlábgyártásról, baszki, hogy azt se tudják, hogy azt a kézhelyére kell tenni, vagy a lábhelyére. Na mindegy, ez szerintem vannak, igen. Hihetetlen módon körbejártuk, és már nekem van még itt egy jópofa cikkem, és hát ez a... Nekem még van még mindig két szekcióm a felmérésből, Fifika. Basszus, mondjad! Még az előzőhöz hozzátenném azt, hogy ez a vadi új szakértői bizottságunkról nekem csak egyetlen egy dolog jut eszembe, hogy a következő 5 évre is biztosítva van, hogy ne unatkozzak és írhassam a beadványokat és a panaszokat. Nagyjából ezt várom az egésztől, de hogy visszakanyarodjunk a szuper felmérésünkhöz. Volt még 2 darab kérdésünk. Azok, akik nem dohányboltban vásárolnak, miért nem a dohányboltban vásárolnak? Itt több válasz megadása is lehetséges volt. És 32,9% mondta azt, hogy dacból savanyodjanak meg a szabályozásukkal együtt. Ez egy ilyen kis feszültséglevezető válasz volt. De a válaszadók 47,4%-a gondolja úgy, hogy nem jó a minőség, nem tetszik nekik a minőség, amit ilyen módon lehet kapni a szabályozás után. 63%-uknak nem kapható a kedvenc terméke, nincs rendes választék szerintük, és 66,5% mondja azt, hogy túl drágák lettek a termékek, tehát gyakorlatilag fele, kétharmada a válaszadóknak úgy gondolja, hogy egy választék, beszűkült rettenetesen a választék, és a minőség sem megfelelő, ami ezután maradt, és baromi drága lett minden. Tehát, ami azért nem meglepő, és ha nem akarsz reflektálni rá, Fifika, akkor átugrok a következőre, és egyben az utolsó szekcióra. Én egy mondatban reflektálnék erre a sztorira. Azt mindenki képzelje el, hogy ha el tudja, nyilván lehet, hogy nem tudja elképzelni. De mondjuk ő ma Magyarországon likvid nagykereskedő. Tehát ő a piacon lévő egyik császár, aki ezt meg tudja tenni. És hogy ne mondjak más márkát, mondjuk vesz tőlem 12 000 palack Bloss likvidet. A 12 000 palackból mondok valamit, 9 000 nikotinos. Ahogy beír a raktárba, a 9 000 palack után ki kell fizetnie a jövedéki adót. Ha ő... ugye már ilyen nincsen, de ő dohány nagykereskedő lenne, akkor kéne kifizetni a jövedéki adót, amikor kimozgatja a jövedéki raktárból a terméket eladásra. Érted a kettő közt a különbséget, Krisztián? Hát elég nagy különbség van a kettő között, igen. Tehát nyilván ez nem arról szól, hogy miért van egy halom szarlikvid a piacon. Azért van egy halom szarlikvid, mert a fogyasztói piramis alja árérzékeny. Ezért van egy halom szarlikvid a piacon. És nem fogja megfizetni a 2000 forintos likvidet, ha van 1600 forintos is. A trafikos az a másik árérzékeny
helyettem is egyébként, tehát, hogy amit fogyasztó helyett, és azt mondja, hogy nem veszi, mert drága, mert azt 400-é többé nem fogják tőle elvinni. Tehát, hogy a trafikosban nem az él, hogy de bazd meg, ezt meg azért nem viszik el, mert szívhatatlan szar, érted? Tehát nem érzik még ezt a balanszt, érted? Mert ők cigarettába gondolkoznak. És a cigarettapiacban két vásárló van, akinek, és az a kevesebb, akinek mindegy, hogy mennyibe kerül, ő ragaszkodik ahhoz a jobb minőségű cigarettához, és aki meg nem, aki azt mondja, hogy bakkerebbő három dobozt tudok venni, érted? Tehát veszek egy fehér borót, nem mondtam ki a nevét, vagy veszek egy doboz szivarkát, és nyilván abból három dobozzal tudok venni az egy doboz boró helyett, érted? Tehát ezek azért hú, és azt gondolják, hogy a liquid piac is egy ilyen piac. Nem beszélve arról, hogy lehet, hogy neked a Csomolugma a kedvenc liquided, csak a Csomolugma nem regisztrált Magyarországon, mert tudta, hogy 475 ezer az igazgatás eljárási díj nikotin erősségenként. Érted? És mondjuk Németországban meg ilyet neki nem kell megfizetni, úgyhogy ott lehet vásárolni. Na, ennyit a piaci viszonyainkról. És akkor mielőtt az utolsó témára rátérnénk, akkor én befejezem az utolsó kérdésünkkel a felmérésnek az elemzését. Az utolsó kérdésünk arról szólt, és ez neked lehet érdekes, mert pont föl is vetetted még annak idején, a kérdést, hogy ha valaki magának vagy másoknak kever el likvidet, akkor honnan szerzi be ahhoz az alapokat, a PG-t és a VG-t. Itt a válaszadók között egy kis zavar támadt az erőben, mert még a likvides kérdésnél az elején, hogy honnan szerzi be az ember az utántöltőit, ott 52,9% mondta a válaszadók közül, hogy kever, és ehhez képest pusztán a válaszadók 12,2%-a mondta a keverős kérdésre, hogy nem kever el likvidet, tehát itt valami kis torzulás van, de minden esetre az arányok érdekesek egyébként. 65,7% mondja azt a do-it-yourself liquid keverők közül, hogy e-cigarettával foglalkozó webshopból szerzi be a jó minőségű alapokat. 15,5% borászati szaküzletből vásárol PG-t, VG-t, és 6,7% Azurból vagy más vegyi áru szaküzletből, úgyhogy amit előre vetítettél félelmet, hogy nagyon sokan vannak valószínűleg, akik nem megfelelő minőségű utántöltővel, vagy legalábbis nem az elérhető legjobb minőségű utántöltő alapra lőnek, az itt van, beigazolódott. Valóban sokan vannak, akik nem. Figyelj, ez mondjuk egy érdekes kérdés egyébként, mert és én soha nem csinálnék senkinek reklámot, de hogy az egyik szaküzlet az EUR 2-es glicerinjét épp most láttam valamelyik Facebook posztba, tehát én ezeket azért nem szoktam figyelgetni, csak így oda kaptam a fejem, azt most EUR 9-es farma minőségűre változtatta, és nyilván ezt árulja, tehát még külön volt egy magyar notifikáció is mellé, tehát senki ne értsen félre, nem arról van szó, hogy ő nem a megfelelő papírokat adja hozzá. Nyilván beszerezte ezt a minőséget, és itt most glicerinről beszélek, de mert gondolom, hogy iszonyú sokan vitték tőlük, és volt rá igény, hogy magasabb minőségű legyen a glicerin, mint amit addig árultak. De mondjuk a propilenglikol, mert ha már ott jártam, akkor megnéztem azt is, de a propilenglikoljuk az változatlanul technikai minőség, tehát az tüdőben nem való konkrétan.
valószínűleg előbb-utóbb rá fognak kényszerülni arra, hogy, hogy az legyen. De olyan áron árulja, hogy, hogy én azért így elgondolkoztam magamba, hogy bakker, azért milyen beszerzési forrásai vannak, érted? Mert ha ez tényleg ennyire fasza, akkor én pedig fél Európát végig néztem glicerin meg propilén glikol ügybe, de ennyi baszki, amennyi ő a kiskereskedelmi árban árulja, sehol nem lehet kapni. Tehát ezek ilyen számomra mindig ilyen rejtélyes dolgok, hogy akkor hol a picsába lehet a kutya elásva, de nem tudom tényleg. Tehát egy a biztos, mondja Tifika. Nem, tehát olyan durva a különbség, hogy mondok neked egy gyárat, hogy ugyanazt a minőségű glicerint mondjuk, és magyarországi a történet, és mi azzal kezdtünk keverni. Mi a Molár Chemicaltól vásároltunk, és annál most ilyen 1200 forint környékén van kilója. És ebbe a webshopba pedig 600 forintért adnak egy kilót. Hát az... Tehát ez olyan durva különbség, érted, ami számomra hihetetlen, és azért még egyszer mondom, én Romániától nem is tudom, azt hiszem spanyol volt az utolsó cég, akivel tárgyaltunk glicerin glikol forgalmazás ügybe. Tehát Bukarest Barcelonáig az meg én nem találtam ilyen áru cuccot ebbe a minőségi osztályba. Tehát na, mindegy. Szóval ezek ilyen érdek. Pedig mi mondjuk nem egy litert vettünk volna, vagy hát nem annyit használunk. De ezek mindig így elgondolkoztatnak, érted? Na, most már hagylak, hogy lezárd a fogyasztói felmérést. Lezártam a fogyasztói felmérést, ez volt az utolsó kérdésünk, kérlek szépen, úgyhogy hagylak, hogy átugorj az utolsó témánkra. Igen, mert... Igen, érdekesnek ígérkezik. Igen, mert hogy olyan, tudod, vannak olyan történetek, vagy olyan témák, amikkel elkezdesz egy picit gondolkodni, és akkor így egyszer csak így azt veszed észre, hogy a hasonló, vagy ugyanebben a témakörben így jön feléd mindenféle információ, pedig te nem kérnéd, vagy nem vadászol rá, vagy nem, ezért, hanem hogy olyan érdekesen alakul körülötted minden, hogy csak így jönnek szembe. És ugye az első ilyen sztori az volt, hogy én minden este YouTube videót nézegetek, és hát nyilván a Google meg tudja, hogy mi az, amit én szeretek nézni, tehát én vagy nagyon hülyéket nézek, vagy nagyon okosokat. Ez a két lehetőség van. Van egy kedvenc mondásom, hogy a tudományra nézve nem a butaság a veszélyes, hanem a tudomány látszata. És ha mélyebben belegondolsz, az abszolút igaz. És szinte az e-cigarettával való történetekre is rettentően jó rímel. És már nagyon régóta figyelgetem a szkeptikus társaságot, és nekem legalábbis nagyon szimpatikus megmozdulásaik voltak annak idején. Pontosan az ilyen homeopátia, meg ezek a népbutító sztorik kapcsán. És a szkeptikus társaság egyébként szokott ilyen előadásokat tartani, és én ezt mindegyiket meg szoktam nézni, mert hogy meghirdetik az előadást, elmehetsz, és hogyha megvolt az előadás, egy idő után kiteszik ennek a YouTube-ra a videóját az adott előadásnak, és ez mindig ilyen nagyon-nagyon érdekes, és
jó témákat vetnek föl. Na és a Facebookon pedig a Bárány Miklós, aki nem tudja, hogy ki az, majd egyszer megtudja. Bárány Miklós meg pont az egyik szkeptikus társaság tagjának azt a videóját tette föl, amit én nem tudom, én két héttel előtte láttam, és még így el is gondolkoztam rajta, hogy ebből akár egy podcast témát is lehetne csinálni. És egyszer csak szembe jön velem az Index, ahol meg pont a szkeptikus társaság kapcsolatban ugye volt egy piszok jó előadások ezekről a szabályozásokról, hogy ezek miért nem működnek. Szembe jön velem az Index, és ez a cikk címe, hogy itt a hidroakva 9000 plusz vízkoncentrátum az egészség szállokban. és ez a cikk arról szól, és mennyire, tehát hogy én, aki végig küzdöttem magam egy ilyen likvid engedélyeztetési sztorin, azt látom, érted, hogy minek hívják ezt a táplálék kiegészítőt, amiről bármit állíthatsz. Tehát, hogy olyan propagandája van, ja, hogy ehhez bazd meg szinte semmi nem kell, és hogy milyen technikákat alkalmaznak, hogy kiteszik a webshopot valahova egy képzeletbeli országba, de egyébként ugye, mit tudom én, Budapestről, Zalaegerszegről, akárhonnan föladja postán a terméket, és kész, és az OGI-nek van ugyan egy listája, ahol az engedélyezett termékek vannak, de annyi termék van, hogy azt élő ember át nem nyálazza, csak tényleg, hogyha jobban utána akar járni a dolognak, és kiderül, hogy senki nem tudja ezt szabályozni, igazából senkihez nem tartozik, se nem gyógyszer, se nem élelmiszer, tehát ez egy ilyen hihetetlen állapot, és az EU-n belül most próbálnak, tehát ugye ez nem magyar probléma, tehát ez mindenhol probléma, de hogy egyszerűen a likvidnek fogják a tökét így két kézzel, érted? Így kapaszkodnak bele, és hihetetlen módon agyonszabályozzák, miközben egyébként egy csomó ilyen szar, meg kim van a piacon, és árulja boldog-boldogtalan. És ugye ide csatlakozik be mondjuk a kedvencem, ez a homeopátiás dolog, mert szerintem az egyébként a hittel azonos tartalmú. Tehát ha valaki egyébként hisz, meg bízik benne, csinálja, tehát én senkit nem akarok ettől eltántorítani, csak... Öngerjesztett placebo. Igen, csak hogy azért így gondolja végig, hogy ha minél nagyobb hígítás, annál hatásosabb, tehát azért vannak ilyen érdekes dolgok benne, és ugye a homeopátia ellen a szkeptikus társaság szokott ilyen tiltakozó akciókat csinálni, hogy bevesznek 10 000 nyugtatót, érted, és nem lesz semmi bajuk, tehát... És az rendkívül izgatottak maradnak. Igen, és ugye visszatérve a homeopátiára, hogy abban még az is tragédia egyébként, hogy az gyógyszertárban lehet kapni. Na most képzeld el, hogy Romániában nem. Tehát, hogy ott ezt annak idején még Ceausescu alatt ez tiltott volt, és meg van mondva, hogy gyógyszertárban bazd meg az van, aminek van gyógyszerészeti engedélye. Ha nincs, akkor az nem gyógyszer, pont. Tehát ennyi. És nem is árulnak, viszont az összes ilyen homeopátiás gyógyító meg abból élt ott, hogy elmész hozzá, kihümmögi, hogy hát szerintem mi van, és akkor benyúl a kis fiókjába, azt 500 lei ad 3 darab szőlőcukor tablettát. Érted? Ja. Tehát, hogy az még mindig egy ilyen aljas biznisz egyébként odakint. Ugye ott az orvosi ellátás még rosszabb helyzetben van, mint nálunk. Nem, mintha nálunk jó lenne. Tehát
félreértés ne essék. És mindenkinek ajánlom egyébként, hogy, hogy olvassa végig a cikket. Tehát csak hogy a nagyságrendekkel tisztában legyünk, Amerikában a táplálékkiegészítőknek az éves piaca $37 milliárd. Érted? $37 milliárd. Ha valaki nem biztos benne, hogy, hogy jó-e az a táplálékkiegészítő, vagy tuti helyről van, vagy nem tudom én mi, az patikába vásároljon. A patikákat legalább Magyarországon ellenőrzik. Tehát, hogy ott nem fog olyan szert kapni, amiben mondjuk raktári söpredék van, krétaporra letablettázva, és mit tudom, ilyen potencia növelőként várulják a piacon. De tényleg hihetetlen. Tehát volt olyan forgalmazó, aki akkora állat, már nem is tudok rá mit mondani, érted, hogy a NASA szólt rá, hogy ugyan ne reklámozzam ám velük, figyelj, tehát ettől behasaltam, ugyan ne reklámozza már a NASA-val, meg ne hivatkozzon a NASA-ra a biofrekvenciás gyógyító matricái forgalmazásakor. Én ledöbbentem ezen, mert és nevezzük nevén, Gwyneth Paltrow színésznőről van szó, és én őt, mint színész, nagyon kedveltem, és kicsit megütött ez a hír, hogy mi van? És hány ilyet tudnék mondani, vagy te is hány ilyen példát tudnál fölhozni? Tehát, hogy így hazajött a lányom, voltak valami előadáson, és halál komolyan elkezdtem mondani, hogy már pedig ott volt a föltaláló, és nanotechnológiás vizet árultak. Mondom, te bazd meg, kezdjük már előről, érted? Tehát, micsodát árultak én? Hát ez tehát katasztrófa, érted? És ez mind az emberi hiszékenység. És én ilyenkor mindig fölbaszom az agyam, hogy nekünk meg nem akar hinni senki, bazd meg. Tehát lehet, hogy nekünk is azt kéne csinálni, hogy de mondjuk volt ilyen azért az elcigi történetében is, ha emlékszel rá. A vitaminos elcigi. Nem erre gondolok. Amikor az Atomizert így leírták, hogy ultrahangos, mit tudom én, milyen porlasztót a nem is tudom, melyik cigaretta volt az, ami még ilyen cigi formájú volt, és akkor volt ilyen fénykép róla, hogy itt van az ultrahang frekvenciás porlasztó, meg a nem tudom én, ezt így néztük, azt a kurva életben, azok hol tart már a tudomány? Hihetetlen. Na szóval, hát ez tényleg, ez már csak így a habatortán ez az egész, és hogyha így szembeállítjuk, vagy egymás mellé állítjuk, hogy mi van. És a cikkben még az is hihetetlen jó pofa volt, hogy ők nem resteltek elmenni és megkérdezni a hivatal szakértőit, akik ezeket ellenőrizik. Mondják már el, hogy mi történne, hogyha egy sima csapvizet próbálnának beegyeztetni étrendkiegészítőnek, és mondjuk ráírnák ezt, hogy Hidroaqua 9000 plusz az egészség záloga, összetevő H2 nyomellemek, ár 15000 forint plusz áfa. És akkor de olyan ötleteik voltak, azt hát, molekuláris nanohidrogén, érted? Tehát kész volt a, és akkor ugye a hivatal mondta, hogy a vizet lehet illetni ilyen jelzővel, hogy hozzájárul a normál fizikai és szellemi működés, az illet ugye a testhőmérséklet szabályozás fenntartásához. Hogyha a fogyasztót arról is tájékoztatod mindez mellett, hogy napi 2 litert kell belőle fogyasztani, azt viszont nem mondhatod, hogy dehidratáló, vagyis kiszáradás kezelésére ajánlott, mert az élelmiszernek nem szabad ilyen hatást tulajdonítani.
Érted? Tehát, hogy olyan nüanszokon meg lehetne egyébként bukni, hogy, hogy hihetetlen. És azon is megbukott a csapvíz, hogy a étrend kiegészítő legyen, mert a definíció szerint valamiféle koncentrált formának kéne benne lennie, a víz pedig nem lehet az, mint tudjuk, ugye nem sűríthető, összenyomhatatlan hisz folyadék. És hiába állítjuk, hogy ez nem is víz, hanem nyomelem és ásványanyag tartalmú vizes oldat, mert akkor meg egyértelmű, hogy az ásványvíz kategória. Na úgyhogy elbukott a 15 000 forintos víz ötlete, de jól mutatja, hogy mennyire hihetetlen módon káosz van ezen a piacon. És még egyszer mondom, így a likvid tortúra mellett erről olvasni azért, na, szóval ez a, tudod, van egy ilyen nézés, hogy elmentek ti a picsába, de komolyan. Úgyhogy ennyi volt már a kedves... Igen, ha ők nem is, de mi elmegyünk. De mi elmegyünk, és ha nem is a picsába, de mondjuk nekem még maradt... Nem volt még tejfakasztó buli, de azért nyilván előbuliztunk, úgyhogy nekem még maradt, tehát így hihetetlen módon alkoholizáltam, azt hiszem kettő pohár sört megbírtam inni, úgyhogy még maradt egy dobos söröm, és az most majd öröm lesz letölteni a torkomon. Viszont ha már az örömekről beszélünk, láttad-e a harmadik részét az új Star Treknek? Természetesen láttam. Hát szerintem, na, tehát kezd azért pofásodni a történet. Nekem még egy picit idegen ez a fekete lány, aki a vulkánon van, és nem, vagy nőtt föl, de nem hegyes a füle, mert hogy embergyerek, de kezd érdekessé válni a történet. Hát nekem nem ilyen érzéseim voltak az epizód után. Az én gyomrom ezeket a klingonokat nem nagyon akarja bevenni, és minden egyes alkalom, tehát valamiért én úgy érzem, hogy a sorozat az fölvette a leporolt új filmeknek a tempóját, és egy kicsit pörgősebb, mint régebben volt. És aztán átváltanak a klingonokra, és így megáll az idő, és így megáll a tudomány, és akkor jön ez a dagályosság, de hogy ilyen irgalmatlan lúzer klingonok, és így ne. Én remélem, hogy ezzel még valamit kezdeni fognak, mert egy tök jó sorozat lenne nekem eddig, hogyha nem lennének benne a klingonok. Figyelj, csinálunk egy no-klingon verziót. Ja, de tényleg ott tartok lassan, hogy szívem szerint áttekerném a klingonos részeket, mert hogy így igazándiból hozzá nem ad, csak hogy nyervognak jobbra-balra. Ezek nem klingonok, azért a klingonok ennél talpra esettebbek szoktak lenni, meg nem tudom. Na mindegy. Jó, én a videó rovatba természetesen a Száva István videóját tettem, illetve a kultúrába betehetjük a Cochrane review dalát. Nem tudom, mert én oda pont a szkeptikus blogot tettem be. Akkor tedd azt, jól van, és van szóval külön fejezet a Cochrane review dalról. Jó, viszont most látom, hogy ez a link még az előző YouTube videó linkje, és be fogom tenni ide az István videóját, hogy Charlie, aki ugye szegény a háttérből fog minket segíteni, mindent a helyén találjon, és van egy címjavaslatom, bár nem szoktam ennyire önző lenni, de szerintem legyen az adás címe Dupla Nagypapi. Legyen. Nem mondok ellen, Fifika. Köszönöm szépen, és...
Ne felejtsük el megköszönni a már említett szürke eminenciába, szürke eminencialitásba vonult Charlinknak a szakadatlan hangmérnöki és egyéb segítségeket, valamint hőnszeretett patreonjainknak a műsor támogatását. Köszönjük, Charlie, és köszönjük Patreonok. Mindig itt vagytok, itt lebegtek az adásban, mint jótékony Ginnek, illetve Charlie, mint vaskezű direktor, Final Cut, és nem tudom még minek tudnám, szervező, tervező ember, aki még azért... Producer. Producer, aki még mindig mozgatja a mi ernyett szánkat és bitjeinket, bájtjainkat. És nektek is köszönjük, drága hallgatóink, akik végig velünk voltatok ebben a bő egy órában, szűk másfél óra, de mindjárt ránézek a kis csíkunkra. Igen, tehát ez lesz egy másfél óra, úgyhogy nem is annyira szűken, de lesz egy másfél óra. Köszönünk nektek mindent, egy élmény volt, sziasztok! Köszi, sziasztok!